Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Big Dave vagyok, és itt is lennénk egy újabb videóval, méghozzá egy újabb Squad Builder videóval, és megint csak be fogok majd egy ö, felállást mutatni, egy felállásnak a custom taktikáját. Na szóval ezt a videót azért is készítettem, mert újra átalakítottam természetesen a csapatomat, ahogy ez most már megszokott, szinte hétről hétre. És hát majd láthatjátok hogy a, a Weekend League videóban összefoglaló alatt láthatjátok, hogy mennyire rosszul kezdtem, a, ennyi kis spoiler belefér, mennyire rosszul kezdtem a Weekend League hétvégét azzal a másik csapatommal, ami volt, és így egyszerűen muszáj volt átalakítani a csapatomat. Na de akkor meg is mutatom, hogy mi sült ki belőle. Kapusnak beépítettem, itt már ért érdekesség jön. Ederson az ment a lecsóba, beépítettem a testégent. A jobb hátvédom az megmaradt. Az Alexander Arnold. A másik közép hátvéd is megmaradt, a Laport. Viszont itt jön majd az érdekesség, az első érdekesség, hogy vettem egy ümtitit, akivel még a FIFA elején, amikor még kijött ilyen, mit október közepén játszottam, és akkor ugye eléggé elment. Igazából most is, most is, amit játszottam vele eddig meccset, az úgy, elég eléggé használható volt. Bal hátvédnak ugyanúgy megmaradt a teljes, szóval itt ebbe a védelembe és a kapusba csak két változás volt, az ümtiti és a terstégen. Majd innentől fog jönni az érdekesség, hogy CM-be vettem egy kántét, hogy ugye linkeljen, mindenképpen strong link legyen a Laport és a, ká a kántek között, hogy ne hatos vagy hetes es legyen a Laportnak, és mindenféleképpen kellett a link az Umtitihez is. És jobb, jobb szélre pedig, nem is így keresek rá, Jobb szére pedig beépítettem a Hesus Navast, méghozzá úgy építettem be a Hesus Navast, hogy beépítettem a Santi együtt. És hát ez tényleg ez szerintem elég korrekt kis, két kis lap. Azt mondom, hogy, hogy ha a kipikkeltétek, megvenni nem venném meg, a 100%, de ha kipikkeltétek, akkor szerintem nagyon is használhatóak. Ide elembe megvettem a Brahimit. Amúgy először féltem ettől a Brahimitól, hogy, hogy mi lesz, mert hogy, hogy nem annyira ez a 85-ös kártya, ugye a 90-es Team of the Season kártya az csak SBC volt, és eléggé féltem tőle, hogy hát mi lesz, mi milyen kártya lesz, de komolyan mondom, cam pozícióba használom, középső camba, a dribblingje az van, hogy fantasztikus, tényleg ha valaki jó cselező játékost akar, itt van, mondjuk nem 5-ös nem csillagú cselezése van, de, de szerintem nagyon jó. És így ezt a bal szelet, ezt így be tudtam építeni, így a teljes együtt mind a kettőnek tízes chemistry van. És akkor ide mindenféleképpen, a rosszul kerestem rá, na mindegy. Szóval ide mindenféleképpen kellett vennem egy Fabregast a Kante miatt is, és ugye a Kassola, is, mindjárt meglátjátok, hogy kit raktam csatárpózba. Csatárpószra egy, vettem egy Iago Aspast, aki tényleg valami fantasztikus. Ez a kártya, srácok, ez valami, ez kegyetlen, kegyetlen egy kártya. Ha meglódul, de 16-os kívülről is, high high work rate, még ballábas annyira kell átszokni. Nem olyan jó a ballába, de nézzétek meg a statjait. Nagyon jól fejel, 99-es befejezés távolról is lehet vele tüzelni, megvan a kellő gyorsasága, jól bírja a meccseket, mert jó a sztaminája, én azt mondom, hogy jó a fizikai is, elmegy oda csatárba, szóval egyszerűen, egyszerűen ez a lap, mindent tud, ami, ami kell, és amit elvárhatunk, ott láthatjátok, ezer coinsért, fantasztikus, én azt mondom, hogy hogy ennyi coinsért jobb csatár nem kell, és akkor ez a csapat ez így, így állna föl, Szerintem, szerintem jobb lett, mint az előző, itt tényleg kapusom is jobb lett. Kaszorlát is be tudtam építeni, be tudtam építeni a, 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 a Jesus is. Ennyi a dolog, hogy a, a, a az Alexander Állónak 8-as, de tökéletes a 8-as és 7-es lett a, lett a nak És akkor jön a köztem taktik része a videónak. Annyit azért megmutatok, hogy 4 2, 3-as, 3, 1-es felállásba így fog ez kinézni. Ja, még azt elfelejtettem mondani, hogy a Fabregas helyett jön egy Super Sub. Általában most még a Mahis szoktam, de majd, majd, valaki valami jobbat fogok venni a padra. Na szóval így fog ez kinézni, ugye oda láthatjátok majd a Fabregas helyett jönni fog egy Super Sub, és a, hát a védelem az ugye az megmaradt. Kassola, Kante a két Köző, védekező középpályás, Brahimi a középső cam, ide ugye majd jön a Mahis, jobb szél Navas, jó, meg lehet vele húzni, 95-ös pace -e van, brutális, és hát ugye az Aspas középcsatár, ugye az előző videóban megmutattam, ott meg fogjátok találni ennek a felállásnak a köszön taktikát, de megmutatom, hogy mit használok attackingbe. Hát attackingbe ezt a felállást használom. Annyit raktam be, hogy egy kicsit a védekezésnek a szélességét változtattam meg, egyel nyomtam csak följebb, és egyel nyomtam ö, följebb a mélységét is, szóval kicsit fentebb van a védelem, azért is, hogy azért jobban tudjak támadni. A defensive style az maradt balanced, és a, viszont az offense az egy fast build upra van, hogy gyorsan, hát ez egy, olyan, olyan taktika, hogy, hogy tényleg labdát szerzünk, és már rögtön támadó pozícióba kerülök, és így nagyon gyorsan lehet támadást vezetni. Ezért is jó a tekingan ezt mindenképpen ajánlom, bár ugye így könnyen meg tudnak akár kontrázni, ha sokan elindulnak, a, a két középső rész pedig a szélessége az megmarad hatason, és ö, ugyanúgy a kapó elé érkező játékosok a beadásnál ugyanúgy megmaradtak hatoson, mint az előző felállásomnál, amit használok alapba, csak, úgy, csak egyet nyomtam rajta az alaphoz képest, viszont a szögleteknél és a szabadrugásoknál is egyre többen érkeznek a beadásra, ebbe viszont, viszont ugyanúgy megvan a veszély, hogy lekontrázzanak, de nagyon OP lett a játékba a, a beadás, szóval simán mint például egy Alexander Ardondal, akivel 99-es a beadása, de a teljesnek is 99-es a beadása. Nagyon-nagyon jó beadásokat lehet velük nyomatni. Szóval ez a része, a taktik része így néz ki. Ö, itt lesz, így fog felállni a így fognak felállni a játékosok, így lesz a három középső védőm, vagyis hát azt mondom, hogy ez 3-4-1-2-es felállást választottam a, az, az a három belső védő lesz a teljes Laport Ümtiti, jobb szére megy ki a Navas, ez azért is jó, mert ugye a Navas azért sokszor visszahúzódik ebbe a verálásba, és a Navasnak azt hiszem 8 6 a védekezése, szóval nagyon-nagyon jó, és az Alexander, Alexander Arnoldnak meg alapvetően ugye nagy a védekezése, mert ugye jobb hátvéd, és őt tettem másik szére, Kassola marad ugye, és akkor itt lesz majd a Mahis, Aspas és Brahimi lesz a Cam, így fog felállni, és akkor itt lesznek az instrukciók. A két csatárnan van egy, két, mind a kettőn van egy get in behind, és stay forward. A camon van egy stay forward csak. A két CMN van egy stay back while attacking, mind a kettőn, és a két szélsőt, hát azt elfelejtettem beállítani, de ő. Hát igazából nem tudom, én sokat használtam ezen a comeback on defense, nem olyan rossz, de hát ha átekinkon vagy, akkor szerintem fölösleges használni, és ezt használtam mindig a cut inside-ot, és a. hogy volt? Getting behind talán, de most már nem is használom őket, mert valami videóban láttam. Na mindegy, szerintem ezt hagyjátok. A két szélsőnek tökéletes a alap és a közép hátvédokon se kell semmit változtatni. Régebben megmutatom, amikor ezt használtam alapfelállásnak, mert volt olyan az idei fifa akkor ezt nyomtam be a szélső hátvédoknál. Hogy volt? Igen, így volt. Cut, cut, cut inside volt, comeback on defense és getting behind volt. És így, így, azért a szélsők is tök jól meg tudtak indulni, és nagyon jól ö, visszatudtak mozogni védekezésnél, és olyan volt, mintha öt támadóval támadnék, és ötel öt védővel védekeznék, szóval nagyon jó volt igazából. Szerintem ez egy nagyon jó felállás az idei fifa -ba. Használjátok, ha úgy van, akár alapfelállásnak is, de így attacking nagyon-nagyon jó. Szóval ez a videó így ennyi lett volna. Már 18 meccset lejátszottam a Weekend League-ből, mindenféleképpen szerintem olyan hétfő, ahogy, ahogy fogom tudni vágni, de szerintem hétfőn fog érkezni az első kettő mecs, meccs, kedden válogatott meccs lesz, magyar válogatott meccs, jön Wells. akkor nem biztos, hogy fogok tudni vágni, és szerdán szerintem fel fogom tudni törteni a harmadik mérkőzést, és csütörtökön mindenféleképpen fogunk jönni a széria Team of the season nel kettőt pikkelünk, vagyis egyet, kettőt, igen, kettőt majd pikkelünk, és majd azt majd meglátjuk, hogy milyen pik lesz, nem spoiler semmit, és majd jönnek a garantált Team of the Season SBC-k, ugye jött a Holland Liga is, abból is lesz majd egy, abból is lehet azért Elég jó pikket kiva, ö, kártyát kivadászni. És ugye a szériából is jött depaul. Jött depaul nagyon nagyon fontos, akár majd Superszabnak itt a mahis helyett valakit ki lehet jól pikkelni. Szóval ez lett, ez lett volna ez a kis vegyes videó, így a hétvégére, ha tetszett dobla egy lájkot, vagy iratkozz fel, én Big de voltam, sziasztok!